Jászai Menyhért Nyíregyháza alpolgármestere, valamint a Primom Alapítvány ügyvezetője tartott előadást a Fejér vármegyéből érkezett 11 fős delegáció tagjainak. A vendégek elsősorban az iránt érdeklődtek, hogy milyen megoldásokat alkalmaznak a helyi mikro- és középvállalkozók a Fejér megyeihez hasonlóan kisebb adóerő okozta kihívásokkal szemben. Magának a szakmai útnak a célja, tehát a tapasztalatcsere volt. Elsőként meglátogatták a Nyírlift Kft-t, ahol az ottani tulajdonos bemutatta a vállalkozását, hogyan indult és milyen nehézségekkel küzd, illetve eljöttek ide az Inkubátorházba, ahol itt szintén egy vállalkozó mutatkozott be. És hát magának az Inkubátorháznak azt kell, hogy mondjam, mert régen nagyobb jelentősége volt, ugye az volt az inkubációnak a lényege, hogy a kezdő vállalkozásoknak irodát, műhelyt, helyiséget adjon itt az Inkubátorház, illetve egyéb szolgáltatásokkal segítse. Hozzátette, Nyíregyházán számos irodahelyiség bérelhető az Inkubátorház létrejötte óta, emellett az internet és a digitalizáció fejlődése miatt egyre többen vannak, akik számára nem fontos irodahelyiséggel rendelkezni a vállalkozás üzemeltetéséhez. Jelenleg 42 bérlő található az épületkomplexumban, amelyeket a város térítésmentesen biztosít a vállalkozóknak. Az üzemlátogatás után Pótor Melinda mutatta be a Mindenami Szatmárbereg elnevezésű egyesület küldetését. 50-60 kézműves alkotót, helyi termelőt fogunk össze Szatmárberegből, pont azért, mert szeretnénk végre egy helyen láttatni azokat az értékeket, amit a helyi termékeken keresztül, a gasztronómiai különlegességeken keresztül be tudunk mutatni. A vendégek a logisztika, a kereskedelem, vendéglátás és vállalkozói tanácsadás területeiről érkeztek. Körülbelül egy hónapja csatlakoztam egy vállalkozói klubba, a Fejér Megyei Kamara megkeresésével, egy hírlevélre jelentkeztem, és olyan klassz ez a közösség, olyan jó itt találkozni és egymástól tanulni, hogy azóta ezeket a hírleveleket fogadom, és követtem az eseményeket, és jött a lehetőség, hogy eljönni Nyíregyházára, megismerni azt, hogy itt vállalkozások hogyan működnek, és közben kapcsolatot tudunk építeni. A Primom Alapítvány következő rendezvényére június 17-én Nyírbátorban a Városházán várják az érdeklődőket, ahol a résztvevők a különböző pályázatokkal kapcsolatban tudnak majd információt cserélni.